Most már tudom, rendszeresen ennyien leszünk a templomba, ha rendszeresen eljön közénk Csaba testvér, mint ahogy most először. De azért lehet, hogy valóban nem utoljára. Nagy szeretettel köszöntöm őt, aki itt még nem járt, de már lassan több helyen járt Magyarországon és Európában, és az egész világon, mint mi halandó emberek. Mert ő egy kicsit nem is annyira halandónak tűnik már, hanem a Jóistenhez legalább annyira közelinek, mint a földhöz. Így hát nem egy földhöz ragadt ember. Elszaladtak az évek, évtizedek az ő életében is, de az utolsó 20 év volt az ő életében a legfontosabb. A dévai. A dévai 20 év, ami ott kezdődött azzal a néhány kis pincurkával, akiket szeretettel befogadott az addig üres ferences kolostorba. Ma pedig már nem csak Déván, nem csak Erdélyben, hanem a Magyarországot körülvevő magyar területeken, ugyanúgy, mint Európa különböző országaiban ismerik Csaba testvért. Ha én Kartali lennék, akkor most az atya intésére, mert az atyából ez úgy kikívánkozik, még meg is tapsolnám Csaba testvért. Szilárdan járok Isten útjain, add, hogy lépésem meg ne inogjon. Kiáltok, hiszen meghallgatsz Istenem, hajolj hozzám, hallgasd meg kérő szavam. Szárnyad árnyékában oltalmaz, jobb létre ébredek, ha meglátlak téged. Öröm tölti el szívemet, ha megmutatod tündöklő arcod fényét. Igazából, hogyha megkérdeznék, hogy ez a közel 5000 gyerek, aki hozzánk bekerült az elmúlt 7 évben, a 20 évben, miért is került hozzánk? Szinte mindegyik sorsát vissza lehet vezetni a torzsalkodásra, veszekedésre. És hogyha megnézzük alázattal a mi világunk bajait, gondjait, azokat a sebeket, amiket mindannyian hordozunk, szinte mindegyiknek a gyökerénél ott van, hát a széthúzás, az egyetnemértés, a veszekedés. De vajon egyáltalán ezen a földön lehet békébe, testvéri szeretetbe élni? Hitévében vagyunk. Persze, hogy lehet arról is beszélni, hogy mi miben hiszünk, hogy mennyire hiszünk, hogy mennyire mély a mi hitünk, de hogyha ebbe mennénk bele, ebbe a témába, akkor lehet, hogy megszégyelnénk magunkat. A gyerekeknek azt javasoltam, fordítsuk meg a kérdést, és inkább arról beszéljünk, hogy jó Isten, miben hisz? Mennyi atya? Például hisz-e abba, hogy lehet ezen a földön békében, szeretetben együtt élni? Én azt gondolom, hogy karácsony estén nem küldte volna közénk egyszülött fiát az Isten, ha nem hitte volna az, hogy az emberiség képes szeretetben, békében élni. Jézus gyermek formában nem jött volna közénk, ha nem hitt volna abba, hogy az emberek jók, szeretetre méltók, és jó velük együtt lenni. Igen, Isten hisz bennünk. Hiszi az Isten azt, hogy az ember képes egy asztalhoz ülni vele is, párbeszédet folytatni, szeretetbe, békébe. És olyan jó látni azt, hogy az Istent, hogy mondjam, a kudarcok nem hátráltatják, vagy nem állítsák meg. Ugye a gyerekeknek mondottam viccesen, ugye, hogy hát ha jó Isten, Jézus Krisztus olyan lett volna, mint a mai fiataloknak nagy része, vagy amilyenek mi vagyunk, hát akkor már karácsony estén sírva hazaszaladhatott volna az ő drága mennyei atyához, hogy na mennyei atyám, tud, azt gondolod, hogy ezek vártak engemet? A csodát! Hát a József szegény hosszan kopogtattam Betlehemtől Názáretig, minden kaput, nincs hely, menj tovább, nem kell lesz.
Nem fogadtak be. Aztán nagy nehezen, csak én tudom, hogy megszülettem egy istálóba ottan, bőgtek a marhák, szinte letapostak a tehenek, összevegyültem szénával, szalmával, az a bafla Heródes, ami katonája volt, azt mind a nyakamba küldte. Hát én ezt nem bírom, mennyei atyám. Hát váltsa meg ezt a világot, aki akar, én eljöttem. De milyen szép, hogy Jézus nem ezt mondja. Menekülni kell Egyiptomba, biztos, hogy gáz, de még belefér. Nem adja fel, nem dobja be a törülközőt. Milyen jó lenne megtanulni, és később is Jézus életében úgy látom, hogy hát ez a párbeszéd az emberiséggel, az egy asztalhoz való ülés, hát eléggé nehezen megy. De Jézus nem hátrál meg. Virág vasárnapján olyan szívbe markoló, hogy mondja, hogy virágvasárnap előtt, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotlóalt sibét, nem akarjátok, nem megy. De milyen jó, hogy Jézus nem azt mondja, hát ha nem megy, akkor ne erőltessük. Hanem mit mond? Hát újból virágvasárnapján bevonul, próbálja összegyűjteni az ő gyermekeit. És ott a kereszten, a tenyerébe szeget vernek, és Jézus alázattal, szeretettel akkor is azt mondja, atyám, ezek nem rosszak. Most egy kicsit elkapkodták a dolgot, de bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Testvéreim, mi ebből a hitből kell táplálkozzunk. Ez a krisztusi hit, amelyik bízik az embertársba, amelyik nem adja fel. Milyen jó lenne a férjeddel, feleségeddel, gyermekeddel, szomszédoddal, amikor párbeszédet folytatsz, ez a krisztusi hit ott ragyogna te szívedbe. Ne adjuk fel, ne engedjük el egymás kezét, ne taszítsuk el a másik kezét, küzdjünk egymásért. Böjte atya a kartali szentmisén tartott prédikációjában Szent László király és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem történelmi nagyságáról is beszélt. Betlen Gábor nagysága az, hogy mert elmenni a kanizsai passához, a temesvári passához. Igen, volt egy fájdalmas mohács, de hogyan tovább? Na akkor új nap víradt. És ezek az emberek elvitték a szultánhoz, és elmert menni az oroszlán barlangjába, és párbeszédet mert kezdeményezni a szultánnal magával. És így létre tudott hozni egy olyan egyensúlyt az osztrákok, törökök között, amelyik oda vezetett, hogy Erdély aranykora felvíratt. De nem csak a külső erőkkel tudott ő bölcsen, okosan párbeszédet folytatni, hanem az országon belül is. Hát elődjét, ugye Báthori Endrét, a székelyek hát lefejezték Csíkszentdabokoson. Egy másik elődje, Báthori fejedelem, megostromolta Nagyszebent, elvette a szászoktól, utána Brassót támadta meg, azok behívták a havasalföldi román vajdát. Szóval, hogy mondjam, ebbe a hangyabolyba olyan ügyesen tudott begyúlni, hogy végül mindenkit egy asztalhoz tudott ültetni. És ebből a párbeszédből, ebből az összefogásból, hát ugye, Erdély tündérkert lett. Tanuljunk az eleinktől. Ugye azt mondjuk, a történelem a népek tanítómestere. 1848-ban ugye felcsap a forradalom lángja. Mennyit emlékezünk ezekre a nehéz eseményekre? Hány halott, hány csata? Aztán végül ugye világos, Arad, és vége mindennek. De igazából nem lett vége mindennek, mert 1857-ben az esztergomi herceg pirimás vezetésével több tízezer ember elindul innen Magyarországra zarándokolni, Mezítláb, Máriacélbe. Máriacél ugye még Bécsen is benne van, és mennek ezek a magyarok alázattal, imádkozva, zászlókkal, énekelve, rózsafűzért mondva, és az osztrák falvakból az emberek az útszélén felsorakoznak. És a kiküldött osztrák katonák, belügyes ugye, rendőrök díszsorfalat állnak, az imádkozó, a
éneklő, rózsafűzért mondó emberek hatalmas oszlopa mellett. És Ferenc József megérti azt, hogy igen, le kell ülni, tárgyalni, behívatja a belügyminiszterét, a tanácsosait, kirúgja őket, és tényleg elindul egy párbeszéd, és hát ugye 1867-ben aláírják mindazokat a törvényeket, amiket a forradalmi kormány megfogalmazott. Szinte mindent aláírnak. Miért? Azért, mert amit ellenségeskedéssel, harcolással nem lehetett elérni, az párbeszéddel, imádságos szeretettel, türelemmel meg lehet valósítani. Böte Csaba utalt arra, hogy szeptemberben Ferenc pápa párbeszédet sürgetett a szíriai háború elkerüléséért. Ferenc pápa nagyon jól tudja, hogy 2000 évvel ezelőtt ugyanazon a damaszkuszi úton, ami Istenünk Jézus Krisztus találkozott egy terroristával. Hisz ugye ez a Saul éjnek idején elindult, hogy ideológiai, politikai alapokon ő gyilkosságokat szervezzen. Megy Szent István kivégzése után, hogy még tovább folytassa ezt a gyilkos mesterségét. És milyen szép, hogy Jézus Krisztus nem bombázta le ezt a Sault, nem rúgta fel, mint egy bolondgombát, hanem azt írja a Szentírás, hogy oda ment, párbeszédet kezdett. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És olyan szép, mert ennek a párbeszédnek a vége ugye az, hogy Saulból Szent Pál lesz a népek apostola, ki megírja csodálatos leveleit, bejárja az akkori világot, és megírja élete végén a világtörténelem legszebb, legtöbb nyelven kiadott, legtöbb kiadást megért költeményét, a szeretet himnuszt. Mennyivel szegényebb lenne az egyházunk, ha Jézus Krisztus akkor ott, hát agyon sújtotta volna egy villámmal ezt a Sault, nem? Testvéreim, ez a történet rólunk szól, mert a mi családjainkban is, ugye, ezek a feszültségek mérhetetlen sebeket tudnak okozni. A párbeszéd, az imádság, egy jó szó, annyit tud gyógyítani. És ne gondoljunk valami nagy dolgokra. Elmondok egy kedves történetet, aztán, hogy mondjam, ugye jön egy atya, egy asszonyk a három kicsi gyerekke, ugye gyermekeket fogadunk be, hát valamikor egész családok jönnek, hogy az ő férje őt elkergette, és akkor jön az asszonyka, hát egyik gyerek se járt még iskolába, picik, minden kisírt szemmel, mutassa vállát, csupa kék, hogy az ő férje őt fészi fokával megverte. Hát most erre mit mondjon az ember? Hát mondom, hogy itt egy vendégszoba, pihenjen le, aludja ki magát, aztán csak lesz valahogy. Hát az asszonyka elment, aztán hányszor találkoztam vele, itt, ott, bárhol, a folyosón, utcán, az mindig szitta a férjét, hogy milyen durva, kegyetlen, hogy miket csinál meg minden. Most erre én mindig összeszorult a gyomrom, az utcára nem rakhattam ki, nem is akartam. Aztán eltelt vele 3-4 hét, és hát egy kis kerek kalappal, hát az atyafi jön, és azt mondja, hát itt van ez a feleség, és mondott egy jó csúf jelzőt, hát mondom, hogy beszél maga a feleségére, hát itt van, de hát az magával kell, magával fekszik, az egyébről nem tud beszélni, csak magáról. Hát azt nem mondtam, hogy miket mond, de ez így igaz. Nézett nagy kerek szemekkel, hát mondom, nézze, hogyha én magának az udvaráról egy kecskét elhajtanák, mit csinálna? De őszintén, azt mondja, leszúrna a villával. Hát mondom, maga meg 3 szép gyereket, asszonyostól elhajt hazúról. Hát hol az esze? Nézett nagy kerek szemekkel, mondom, hozott-e virágot? Hát azt mondja, kellett volna? Hát mondom, jó ember, mikor udvarolt, vitte virágot? Azt mondja, igen. Nos, amikor a virágot odaadta az asszonykának, mit csinált? És akkor rám nézett, hogy állt egyik lábáról a másikra. Azt mondja, hát turbékolt. Mondta, ilyenek a nők, hogyha virágot adunk, nekik turbékolnak. A fészi fokával verjük a vállukat, akkor sikoltoznak. Hát ez ilyen egyszerű, nem? Hát ebben egyet is értettünk. Na mondom, nézze, itt van ez a 30 lehet, ezért nem egy nagy összeg. Vegyen valami virágot, egy kicsit borotválkozzon, meg jöjjön vissza, meglássa, megint fog turbékolni az asszonyka.
hát úgy nem erősítette nekem, hogy ez meg fog történni, de aztán elment. Én nem voltam már ott, de amikor mondták a kollégák, amikor a felesége meglátta ezt a férfit a három kókadozó szegfűvel, hát az úgy elolvadt. Hát annak annyi volt. Aztán hazamentek, írtak egy szép levelet, hogy Csaba testvér, köszönöm, hogy kibékítettél meg minden. És akkor mondtam, hát lám, nem. Mindig azt mondják, hogy a kereszténység nem éri meg kereszténynek lenni, meg mire jó az, hogyha én szeretek, meg minden. Hát 30 lejből, hogy tudtam volna ezt a három gyereket én felnevelni, nem? Hát ez marha jó üzleti fogás volt, igaz? Tehát én azt gondolom, hogy mernünk kell hinni a szeretet győzelmébe. Mernünk kell bízni egymásba. A múltkor is jött egy férfi, és nagyon szitta a feleségét. Hát úgy nem mondtam semmit, mert nagyjából igaza is volt. Na, de aztán végül azt mondtam neki, nézd jó ember, te most egy útelágazáshoz értél, döntened kell. Úgy tűnik, hogy az igazság is, az asszonyka is, mind a kettő nem lehet a tiéd. De tudod mit? Én az asszonykát választanám, az igazság se az ingedet nem fogja kivasalni, se főzni nem fog neked, hagyd a csodába, vegyél egy csokóvirágot, nyerd le ezt a békát, menj adj egy puszit neki, és mondd meg, hogy kicsi vagy, huncut vagy, de mégiscsak az enyém vagy, nem? Vőjte atya úgy véli, a politikai kérdésekben is kiegyezésre van szükség. Igen, testvéreim, én hiszem, hogy a 21. század Kárpát-medencei magyarság számára hátra van ez a kiegyezés. Biztos, hogy románokkal, szerbekkel, szlovákokkal. Fáj nekünk nagyon Trianon, de valamilyen szinten ki kell tudjunk engesztelődni. Ki kell tudjunk egyezni. Hogyan tovább? És az is egészen biztos, hogy Magyarországon belül a különféle felekezetek, nemzetrészek, politikai pártok egy asztalhoz kell tudjanak ülni. Ez a gonosz léleknek jó csak egyedül ez a hatalmas, egymással való szembefordulás. Legtöbbször ugye a gyerekek, akik hozzánk kerülnek, mindig erre bíztatom a rokonokot, hogy próbálj a főnököddel kibékülni, a plébánosoddal, a feleségeddel, anyáddal, önmagaddal. A béke erőt szül, a béke egészséget ad, a béke jövőt ad, a béke talpra állít, és vissza fogod tudni venni a gyermekedet. De béke nélkül csak sodródó falevél vagy. Hiszem, testvérem, hogy járható ez az út. Hiszem, hogy a mi népünk előtt nem dicső múlt van, hanem boldog jövő. Hiszem azt, hogy igen, Bethlen Gábor szellemében, ha egy asztalhoz merünk ülni, akkor megint, nem csak Erdélyben, hanem egész Kárpát-medencében egy tündérkert lehet. És lelkünk mélyén erre vágyunk. Higgyünk a párbeszédbe, higgyünk abba, hogy jó a másikat befogadni életünkbe. Merjük egymás felé kinyújtani kezünket, szeretettel és békével. Amen. A Szentmisén több gyermeket is megkereszteltek. Igen, megkeresztelem, atya, fiú, Szentlélek. A kartali polgármester azt mondta, Vőjte atya példaértékű élete és munkásságának híre megelőzte a személyes találkozót. Kartal polgárai adományokat gyűjtöttek Vőjte atya alapítványának. Kartal nagyközség képviselőtestülete és jómagam pénzbeli adománnyal segítjük Vőjte atya alapítványát, a Dévai Szent Ferenc alapítványt. Azt kívánjuk, hogy munkásságát és az erdélyi szegény gyerekeknek a lelki és erkölcsi támogatását még sokáig tudja folytatni. Köszönöm szépen. A kartali hívek nevében is megköszönték Vőjte atya látogatását. Hálát adunk a Jóistennek, hogy személyedben példát állít elénk. Példát, mely megmutatja, hogy lehet Krisztusnak szentelni életünket, hogyan lehet Krisztus akaratát felismerni, elfogadni, megvalósítani az ember életében.
Hogyan lehet az üldöztetést, a kudarcokat és mások által okozott szenvedést is elviselni Krisztusért? És hogyan lehet Krisztus szeretete által felemelni, önzetlenül szeretni embertársainkat? Tudjuk, hogy nehéz sorsú családokon segítesz, összegyűjtöd az árva és éhező kitaszított gyermekeket. Mégis van valami, amit irigyelhetünk tőlük. Az, hogy van nekik egy Csaba atyájuk, akivel akár nap mint nap együtt lehetnek, leülhetnek a... Hát minden nap más és más gyerekkel. Leülve esetleg velük egy-egy vacsorához, egy-egy ebédhez, leülve velük egy-egy esti imádsághoz. Ezt nagyon irigyeljük tőlük, mert itt voltál nekünk, egy nagy ünnep volt ez a mai nap számunkra. A szeretet, amit átadtál felénk, a szavak, amelyek szívünkig hatoltad, kívánjuk, hogy Jóisten nagyon sokáig tartson meg téged még a gyermekek segítségében, mások biztatásában. És hadd legyen egy személyes kérésem is itt most a Szentmisén, hogyha valamelyik szeretet otthonodban összeülsz gyermekeiddel egy esti imádságra, akkor imádkozz kifejezetten a kartali gyermekekért, a kartali ifjúságért, hogy akik a szent az oltári szentségben megerősödve és a bérmálás szentségében megerősödve indulnak neki a világnak, az iskola befejezése után ne forduljanak el a Jóistentől. Érintse meg a szívüket, lelküket a Jóisten, hogy 10-20-30 év után is ilyen sokan leessünk a templomban, mint amennyien most vagyunk. Köszönjük neked, hogy itt voltál, és minket tanítottál és szerettél. A Szent Erzsébet Madárkái Egyházi Kórus éneke Gál Teréziáért Terike nénéért szólt, aki több évtizedig tevékenykedett a plébániákon, 13 papot szolgálva, most köszönetet mondtak neki életútjáért, munkájáért. Eddig főiskolások, egyetemisták adtak elő műsort, akik 10-15 éve nevelkednek már Böjte atya alapítványának otthonaiban. Teréz anya az élet himnusza. Az élet egyetlen esély, ezért vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízlel. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játsz. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet dal, énekeld. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, éljed. Lángot adok, ápolt ad tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka.
lidérc fénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szív. Lángot adok, ápolt ad tovább, és gondozd híven.